László politológus van itt velünk. És persze, amikor most beszélgetünk, akkor sűrűn hullanak a köztársasági elnökök, volt igazságügyminiszterek és más notabilitások, de hát ki tudja, hogy mi lesz, mire ez a beszélgetésünk adásba kerül. De mégiscsak nem kellene az ellenzéknek, vagy valakinek felkészülni, hogy mi lesz egy Fidesz utáni világban, még ha ez most nem is dűl össze, de előbb-utóbb biztos vége lesz. Hát én hosszú évek óta az ő helyükben erre készülnék, nekem ez régi bánatom, hogy ez a követéses magatartás, ami az ellenzéknél meghonosodott, hogy azt hiszik, hogy a politizás letovábbja az, hogy lecsapnak a legutolsó Fidesz hazugságra, disznóságra, lopásra, és ezzel kimerítik az ellenzéki politizást. Ez egy teljesen meddő dolog, hogy 14 év nem volt elég arra, hogy rájöjjenek, hogy ebből nem lesz egyből kettő, kettőből három, ugyanannyi százalék, ugyanígy a bizonytalanok közül nem nyernek meg senki, nem mondom végig. Én is nagyon régen ezt várnám, egyébként választások előtt vártam leginkább, hogy hát valami kormányzó képességet is kéne mutatni. Hát el kéne mondani abban az 5-6 dologban, hogyha mi kerülünk hatalomra, milyen lesz az önkormányzat finanszírozás, milyen lesz az egészségügy, milyen lesz a közoktatás, de hát őszintén szólva, ha vannak is ilyen belső anyagok, hogy az nem nagyon jutott el, még az ellenzéki szimpatizánsok inger küszöbéig is, az nem kérdés. Szóval röviden válaszolva, mert azt kellett volna mondanom az elején, hogy igen. Már nagyon régen arra kéne készülni, egyszer ennek is vége lesz, ennek a Fidesz korszaknak, ugye most tudjuk Magyar Pétertől is, hogy 150 év alatt sem váltunk törökkéhez ezt a régi magyar mondást, és de hát, hogy kipcsákká se fogunk válni, úgyhogy... Jó, de igen. Ugyanakkor meg mégsem szoktak olvasgatni az emberek pártprogramokat, és a legkevesebb választó az, aki összehasonlítja a pártprogramokat, és azt mondja, hogy na, ez nem szokták el. Nem is ezt gondolom, mondani. Hanem azt gondolom, hogy amikor valamit kifogásolnak, hogy ez így nem jó, meg úgy nem jó, akkor azért nem ártana elmondani, hogy milyen lenne, ha ő csinálná. Van erre kísérlet, van olyan párt, amelyik licitel oldja ezt meg. Tehát, hogy mi még több pénzt adnánk. 15. havi nyugdíj. Hát, szóval nem erre gondoltam. Tehát, hogy nem arra, hogy féligasság helyett tudok én nagyobb féligasságot is mondani, ebből nem lesz semmi. Tehát akkor nem pontosan fogalmaztam. Alternatív, hihető, versenyképes, mobilizációra is alkalmas kormányzati alternatívát kellene már nagyon régen állítani, de én ennek nem nagyon látom a nyomát, és azt ne kérdezz meg, hogy miért. Ugyanakkor, akik ilyen politikai tanácsadók azt mondják, hogy a félelemre kell alapozni az embereknek, és az érzelmekre hatni, nem okosságokra, meg az észre, mert az sokkal legyen egy ellenség, mi megvédünk tőle, ez működik. Nem kell itt sok biztos más. Vannak ilyen politikai tanácsadók, akik így gondolják. Egyrészt én nem vagyok tanácsadó, másrészt meg ezt ugyanolyan marhaságnak tartom. Tehát kifogást a nem cselekvésre mindig lehet találni. Én elég öreg vagyok már ahhoz, hogy megfogadtam, hogy nem csak ilyen esetben, más esetben, tehát otthon családi körülmények között is. Az, hogy mit miért nem lehet megcsinálni, arra nem vagyok kíváncsi. Tehát az unokáim esetében, meg a szomszéd esetében sem. Ugyanígy ellenzéki pártok, meg mások esetében is, hogy mit miért nem lehet megcsinálni, azt én is tudom. Tehát engem az érdekel, hogy az adott probléma megoldására milyen elképzelés, ha miért nem lehet megoldani erre, halálosan érdektelen. Tehát ezek az érvek, amiket most mondtál, hogy elmondják, hogy mert nincs médiájuk, meg nincs, ez egy sem igaz egyébként, általában ezek kifogások. Hát vagy részben igazságok, de talán át lehet lépni rajtuk. Féligazsága szemben féligazságot mindenki tud állítani. Umberto Eco-nak van egy esszéje az ősfasizmusról, és ebben elmond egy példát, hogy amikor megbukik Mussolini, másnap az anyukája elküldi az újságoshoz, hogy hozzon valami újságot, hogy megnézzék, hogy mégis mi történt, és látja, hogy ennek a pártnak is van egy újság, annak is van egy újság, azt mondja, hát eddig egyáltalán nem voltak pártok, hát itt fasizmus volt, tehát valahol ezek nyilván nem tegnap éjszaka jöttek létre, hanem valahol ezek a szellemi gondolatok, ezek a szervezetek lappangtak, és egyszer csak, mikor eljött az alkalom, napvilágra jöttek, és megmutatták, hogy ők vannak és tudnak valamit mondani a világról. Ez szokott eszembe jutni, hogy lehet, hogy most nincs rá nagy szükség, de bármikor eljöhet az a pillanat. Most is vannak ilyenek, rengeteg ilyen volt. Én láttam a 22-es választás előtt is nagyon sok értelmes törekvést. Ezeknek egy jelentős része nyilvánosságot is kapott. Az más kérdés, hogy nem láttam
a pártoknál viszont a kampányban. Mondok hirtelen hármat talán emlékezni. Volt a 21-ek. Az egy csoport volt, amelyikben a 90 utáni kormány majdnem mindegyikéből voltak. Jeszenszky Gézától, Pusztai Erzsébetig és Balázs Péterig, ha visszaemlékszel, ottan 8 alapvető szakpolitikai kérdésben alternatívákat formáltak meg, és meg is mondták, hogy ők egyébként nem akarnak kormányozni, ők azt akarják, hogy ajánljanak föl olyan nyersanyagot vagy kormányprogramképes víziót azoknak, akiket ez érint. Aztán láttad te ezt például viszont? De biztos emlékszel erre, hogy volt ilyen, nem is emlékszel. Inkább rémlik. Van egy sokkal alapvető probléma, az ellenzék és az értelmiség között megszakadtak az intézményes és az informális kapcsolatok, és nagyon régen. Az értelmiség úgy érzi, hogy ez a Fidesz korszak, ez hihetetlen értelmiség ellenes politika, és megérte a kutatóintézetekbe, színházakba, filmkészítőként, szerkesztőségekbe, újságunkban, mindent, hogy az ő bőrére megy, ezért aki még tudott, visszahúzódott és szigorúan végzi a maga feladatát. Az ellenzéki pártok meg elvesztették azt a képességét, hogy hogyan kell az értelmiséggel beszélni, mert arra már nem ugrik be az értelmiség, hogy akkor jelentkeznek a politikusok, amikor már pontosan tudják, mit akarnak, és az értelmiségiektől csak legitim hátteret szeretnének. Ezt az egészet is előről kéne kezdeni, csak elveszett megint 14 év. Mikor is ki fogja előről kezdeni? Hát csak előről tudjuk kezdeni. Igen, vagy... de előről kéne kezdeni. Tehát marhaságok egymásra halmozódásának a tetejére ráülni, és egy még láthatóbb marhaságot csinálni, ezt már nem bírja ki a magyar közvélemény. Pontosabban kivírja, csak ilyen nagyon alapos hokkal joggal nem figyel oda, észre se veszi. Jó, de azért ugye végére mondjuk annyit, hogy remény van. Persze, hát a remény elvtárs lép ki utoljára a pártból, ő őrzi a tankönyvét, igen, szóval mindig van, tehát én most sem tartom reménytelennek a helyzetet, csak nagyon sokaknak meg kéne érteni, hogy jobb lenne visszaaraszolni a startvonalra és onnan. Szóval nem lehet 800 méterre beállni úgy, hogy 650-nél beállok, mert még jó erőben vagyok. Szóval van egy olyan vélekedés, hogy majd úgyis magától dől össze ez a rendszer, mert olyan a struktúra, hogy nem nagyon lehet mit kezdeni, akkor nem is kell ezzel vacakolni, de ebből nekem az következne, hogy viszont nagyon készülni kéne arra, hogy mi lesz, ha ezt már magától összedőlt. 88-89-ben magától összedőlt a rendszer, senki nem hitte 88 tavaszán, hogy egy olyan párt, amelyiknek 880 ezer tagja van, a média 99% az övé, a rendőrség az övé, a katonaság az övé, a tanácsrendszer az övé, mert még akkor úgy hívták, hogy úgy tud összeomlani, hogy alóla még a jó érzések is alig tudnak kiszaladni, de ott azért volt egy nagyon alapos készülés. Tehát Monortól a fordulat és reformig a Kis Jánoséknak az alternatíváig, a Bihari féle reform és demokráciáig, de fél tucatnyi elképzelés hordódott ki, és hát ezek mögött néha például a fordulat és reformban, akiknek a, tudod, kik voltak a szerkesztői? Matolcsi, Csillag, Lengyel, Bokros Lajos, Surányi, és a szegény meghalt Antal László azóta meghalt. Tehát összetudtak akkor fogni, és 120 embert összefogtak ebbe a munkába. Amikor csináltak egy komplett átfogó gazdasági reformtervet, egy lényegében egy más típusú rendszer gazdaságára, és ezt akkor önként egy fillér nélkül szabad idejében csinálta a Magyar Közgazdász Társadalom színe virága. Szerintem most is meg tudnák tenni, és egyenként tudok neked mondani neveket, akik mondják, írják, teszik, de nincs, aki összefogja őket. Hát, a kedvet kapnak. Köszönöm szépen, Kéri Lászlónak, viszontlátásra. Én is köszönöm szépen, és akkor marad a remény. Remény elvtárs. Kérjük, támogassa a Klubrádió fennmaradását. Köszönjük!